Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Letért az útról, fának ütközött, súlyosan megsérült a hajnali baleset sofőrje. Nagy lehetőségek vannak a turizmusban, szakmai fórumot tartottak Halason az ágazat szereplőinek részvételével. Rangos elismerést kapott a Halas Televízió, híradónk a második helyet szerezte meg a helyi televíziók hírműsorai közül. Hosszú hétvége jön, az egyházak is készülnek a pünkösdre. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió péntek esti hírműsorát látják, kérem tartsanak velünk! Baleset történt Kiskunhalas és Kecel között pénteken hajnalban. A halasi tűzoltókat 3:45 után pár perccel riasztották. A helyszínen kiderült, hogy egy Renault tért le az útról, az árokban pedig neki ütközött egy fának. A sofőr, aki egyedül ült az autóban, súlyosan megsérült, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból. A mentők a halasi kórházba szállították a fiatalembert, a baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közlekedés rendészete vizsgálja. Halason több turisztikai célú beruházás is megvalósulás előtt áll. A térségben még nincs kiaknázva minden lehetőség, ezért erősíteni szeretnék ezt az ágazatot. A témáról tegnap szakmai fórumot rendeztek, az előadások mellett helyi termékek is bemutatkoztak. Szállásadók, vendéglátóhelyek, a turizmusban érintett egyesületek és intézmények képviselői, illetve helyi termelők vettek részt a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kiskunhalasi Önkormányzat turisztikai szakmai fórumán. A térségben még nincsenek kiaknázva, az ágazat adta lehetőségek, így van mit tenni. Az országos kimutatások szerint is az embereknek a kedve nő a turizmus iránt, illetve nyilván ezeken a területeken, például mint Kiskunhalas, a falusi turizmus az, ami erős lehet, ebben kell erősödni, illetve az összefogásban. Ezért is volt célunk összehívni ezt a rendezvényt, hogy a turizmusban résztvevő vállalkozók megismerjék egymást, nyilván ismerik egymást, de olyan lehetőséget felvázolni nekik, amiben esetleg összefognak, erősebbé tudják tenni a környéket turizmus terén. Halas próbál erősíteni a turizmus terén. Fülöp Róbert polgármester beszédében kitért arra, hogy a Torma János Múzeum bővítése már megvalósult, ez pedig több más beruházás követi. Megújul a lovaspark, a sóstól, a csipkeház, a szélmalom, tánchagyományok háza épül, és kilátóvá alakítják a Városháza tornyát. Bíznak abban, hogy a várhatóan emelkedő látogatószám a vállalkozókat szálláshelyek építésére ösztönzi majd. A turizmus tekintetében én úgy érzem, hogy a térségünknek van lehetősége, hogy fejlődjön, tehát további turisztikai attrakciók létrehozása, kiemelése, ez még feladatunk, és én azt gondolom, hogy a következő években ennek az árszpolitikának a mentén igyekszünk majd fejleszteni, és remélem, hogy ez majd látható lesz abban, hogy a turizmussal kapcsolatos mutatóink azok pozitív irányba fognak kilendülni. Halas 2016-ban megkapta a gyógyhely címet, ezt is szeretnék jobban kiaknázni. Az első lépésként élményparkká alakítják át a Csetényi Parkot, de a fürdőre is vannak elképzelések. A terveket láttam, a polgármester úr terveket megrendelt, szerintem nagyvonalúak, nem túlzottak, nagyon látványos és nagyon nagy vonzerőt fog eredményezni, hogyha azt meg tudjuk építeni. Arra vezető úthoz szükséges forrásokat most próbáljuk a kormányzattal folyamatosan egyeztetve, most már fél éve, egy éve, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk, mert egyszerre több mint 7 milliárd forintot nem valószínűleg meg fogunk kapni, ütemezve kell, de az első lépéseket megtettük ahhoz, hogy a fürdő rekonstrukciója és benne a turizmus egyik bázisa, főbázis a Kiskunhalason megvalósulhasson a következő belátható 2-3 évet esztendőben. A fórumon Nagyapát Ivett, a Halasi Média és Kultúra Kft. Ügyvezetője a turisztikai fejlesztésekről, tervekről, illetve a városmarketing feladatokról adott tájékoztatást. Csáki Béla, a Turizmus Fejlesztési és Marketing Kft. Ügyvezetője pedig a megyei szinten várható beruházásokról.
A rendezvényen helyi termelők is bemutatkoztak, hiszen a turisták általában kíváncsiak a helyi specialitásokra. Így házi szörpöket, mézet, kézműves sört, lekvárokat, illetve kecske és tehéntej termékeket lehetett kóstolni. Az őstermelők azt tapasztalják, hogy lenne igény ezekre a finomságokra. Én azt tapasztalom, hogy nehezen találják meg ezeket a termelőket, tehát hogy valahogyan össze kellene őket kapcsolni minél több fórumon, amihez én úgy gondolom, hogy ez a lehetőség kiváló, hogy itt bemutatkozhatunk. Országos második helyezéssel jutalmazták a Halas Televízió híradóját. A mellettem látható díjat a Helyi Televíziók Országos Egyesületének tegnap megtartott rendezvényén vehette át stábunk Hajdúszoboszlón. A neves szakemberekből álló zsűri véleménye szerint jól érezhető, hogy a kiskunhalasi hírműsorok a nézőkről és a nézőknek szólnak minden hétköznap este. A Halas TV híradója klasszikus példája annak, hogy mitől lesz valami helyi hírműsor. Napjainkban Magyarországon mintegy 500 helyi televízió működik, közel 90-en tagjai a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, ők vehettek részt az idei helyi értékdíj megmérettetésen. A Hajdúszoboszlón megrendezett ünnepségen hirdették ki a különböző kategóriák díjazottjait. A Halas Televízió hírműsora országos második helyezést ért el. Sok a víz az utcában, kevés a víz a tóban. Ez egy kisvárosi tévé legfontosabb feladata, észrevenni az ott élők problémáit és reagálni rá. A híradó kategória szakmai zsűriének tagjai szerint fontos, hogy egy szerkesztőség a műsoraiban a város lakóit érdeklő témákat dolgozzon fel. Tipikusan azt mutatja be, hogy mi egy helyi televíziónak a feladata, a helyi problémákra érzékenynek lenni, a helyi problémákra reagálni. Gondolok itt az egyik utcacsapadék víz elvezetéses problémáira, illetve a fehértói tó vízhiányára. A második helyezés indoklásakor az influenza elleni védőoltással foglalkozó tudósításunk záró képsorait is kiemelték. És kész is vagy. Nagyon ügyes voltál. Hát ennyi volt az oltás. A szakemberek azt mondják, hogy érdemes lenne minél több embernek, minél hamarabb beoltatni magát influenza ellen. A riporter aktív szereplője volt ennek a történetnek. Ugye más esetben nem jó, hogyha egy újságíró részes a történetnek, de ez most nem az a helyzet volt. És amivel a bátorságra utaltam, az, hogy egy stand-upot sok esetben többször felveszünk, belebakizunk, nem jó, vegyük újra, kezdjük újra. Itt ugye nem volt erre lehetőség, mert a riporter saját maga megkapta az influenza elleni védőoltást, és mindeközben, ha nem sikerült volna a stand-upja, akkor nem lett volna mód újra felvenni, gondolom még egy védőoltást nem akart volna a riporter sem felvenni. A szakmai díjjal a zsűri a Halas Televízió egész stábjának munkáját ismerte el. Nagyon nagy köszönet a stáb összes otthon lévő tagjának, köszönjük szépen a városnak is a támogatást, hogy hisznek abban, hogy minden településen kell, hogy működjön egy helyi televízió, aki tényleg, ahogy a zsűritagok elmondták, helyi problémákat dolgoz fel és a helyi embereknek szól. De én úgy gondolom, hogy nézők nélkül a mi munkánk nem érne semmit. Nekik is nagyon nagy köszönet a támogatásért, a bátorításért, és én külön kiemelném még azokat, akikhez mi az utcán oda menjünk ezzel a mikrofonnal, és megkérdezzük a véleményüket. És ők nem mennek tovább, nem hagynak ott bennünket, hanem igenis sokszor kisebb, nagyobb témákban, komolyabb vagy talán komolytalan témában vállalják a véleményüket, elmondják, hiszen csak így tudjuk bemutatni a jelenkori Kiskunhalast a jövő generációknak. Ez már a Pont című ifjúsági műsor, a Halas Televízió középiskolásoknak szóló magazinjáról is pozitív véleménnyel voltak az ítészek. A Pont című magazin tulajdonképpen unikum volt a mezőnyben, mert egy kifejezetten fiataloknak szóló műsor készült itt, és nem csak a televízió képernyőre, hanem egyéb platformokra is gondoltak a szerkesztők, és ezt egy nagyon nagyra értékelem. Ugye a Facebook, mint az Instagram felületeket is használták, illetve a két műsorvezető nagyon jól működött. Valóban a korosztályokhoz szóltak az ő nyelvükön, és igazán dicséretes volt a köztük lévő interakció, a kicsi évődés, de az nem haladta meg a jó ízlés határát, úgyhogy egy tempós, valóban a célközönségnek szóló magazin. A Semmelweis emlékév kapcsán jövő pénteken egy szűrőbusz érkezik Kiskunhalasra, és vizsgálatokra várják a lakosságot. Ugyanezen a napon az orvoslás több területét érintő tudományos konferenciának is otthont ad a város. Ez egy olyan átfogó, több szakmát érintő szakorvosoknak, háziorvosoknak,
szóló regionális rendezvény, ami nagyon neves előadókkal, egyetemi professzorokkal találkozhatnak a résztvevők, és ennek keretében olyan dolgokat fogunk áttekinteni, mint az immunológiának a problémái, a véralvadásgátló kezeléseknek a problémái, kardiológiai jellegű megbetegedéseknek a kezelési lehetőségei, tüdőgyógyászati átfogó képet fognak kapni. Tehát egy teljesen holisztikus szemléletű konferenciát szerveztünk. A lakosság felé egy nemzeti szűrőbuszt sikerült erre az időpontra, Kiskunhalasra szervezni. 20 darab ilyen szűrőbusz áll munkába idén az országban. A 25-én 9 órától délután 3-4 óráig lesz nálunk az egyik ilyen szűrőbusz a csipkeszálloda előtti parkolóban a kórház felől, és mindenkit szeretettel várunk. Délelőtt folyamán nőgyógyászati és bőrgyógyászati jellegű szűrésre, a délután folyamán pedig kardiológiai jellegű szűrésre kerül sor. Drótszamár címmel rendezett kerékpáros versenyt a Kiskunhalasi Általános Iskola és a Halasi Rendőrkapitányság. A délelőtt jó alkalmat teremtett arra, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek a KRESZ és a közlekedés alapvető szabályaival. Rajta fogunk indulni, felkészülni, vigyázz, rajt! Kerékpáros ügyességi versenyt szervezett a Kiskunhalasi Általános Iskola a Halasi Rendőrkapitányság segítségével a Bundzsák Dezső Sportközpontban. A megméretésre Kiskörösről is érkeztek iskolások. Beérsz az első kerékkel ide, megkerülöd, és a hátsó kerékkel jössz erre tovább, jó? Sörös Imre igazgató azt mondja, a diákok már nagyon várták a versenyt. A címe Drótszamár, ez egy kerékpáros ügyességi verseny és egy tesztlap. Igazából verseny is, de a gyerekek nagy élvezettel készültek rá, meg talán felkészülése az életre, a kerékpározásra, a közlekedésre. Csak annyit mondok, hogy az iskolának az egyharmada jelentkezett a versenyre, akkor azt hiszem elmondtam mindent, hogy motiváltak voltak. Már több hete készülnek. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság szívesen segített a rendezvény lebonyolításában. Farkasné Vodvink Zsuzsanna kiemelt bűnmegelőzési főelőadó szerint a gyerekek játékos formában tanulhatták a KRESZ-t. Én úgy gondolom, hogy a mai nap egy nagyon jó példa arra, hogy játékosan adjuk át azokat az ismereteket, amiket a mindennapok során tudnak használni, hiszen nem titkolt célunk, hogy a biztonságos közlekedésre neveljük a gyerekeket, és ezzel a játékos formával, a mai napon a sport szeretetével együtt a gyerekeknek ezt szeretnénk biztosítani. Ezt keresd meg! Jó, és itt számoljuk, hogy akkor az hol van. Ezen a táblán hova kell rakni? Nem középen van, hanem hol van? Nagyon jó. Radics Norbert alig várta, hogy kipróbálhassa a szlalompályát. Sokat gyakorolt a bicikliverseny, és otthon is biciklizek, és szeretném hibattadul teljesíteni a pályát. Az egész délelőttön át tartó program nem csak a versenyzésről szólt, hanem a gyerekek játékos formában sajátíthattak el nagyon fontos ismereteket, és fejleszthették ügyességüket is. Ismét hosszú hétvége jön. A lakosság többségének kedden kell legközelebb munkába mennie, mivel a pünkösd miatt vasárnap és hétfőn zárva lesznek az üzletek, holnap vagyis szombaton kell elintézni a bevásárlást, emiatt mindenhol nagy forgalom várható. Pünköstkor csak az ünnepnapokon is nyitva tartó helyek állnak majd rendelkezésre. Az ünnephez a tömegközlekedés is igazodik, így utazások előtt nem árt előre megnézni a menetrendeket. A hosszú hétvégét sokan utazással, pihenéssel töltik majd. A pünkösdre a Szentlélek eljövetelére készülnek az egyházak is. Az alsóvárosi katolikus templomban vasárnap 10 órakor pünkösdi ünnepélyes nagymisét tartanak. Hétfőn fél 9-kor viszont egy új ünnepre várják a hívőket, amit Ferenc pápa idén vezetett be Mária az egyház anyja tiszteletére. Ezt követően a plébánia udvarban majál is várja a családokat és a gyermekeket sok játékkal. A Halasi Református templomban pünkösd vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet és gyermekkonfirmációt tartanak, és hétfőn 10 órakor is lesz istentisztelet. A helyi evangélikusok vasárnap 10 órakor tartanak ünnepi úrvacsorás istentiszteletet.
Hétfőn a gyülekezet a kerületi missziós napra utazik, de készülnek a május 27-ei konfirmációra is. A halasi baptisták a hétvégén közös kiránduláson ünnepelnek. 297-en neveztek a szombati FitKid első osztályú egyéni és csoportos Grand Prix-re, amelynek a Kossuth utcai Dékáni Szakgimnázium sportcsarnoka lesz a helyszíne. A rekordszámú résztvevői létszám az ország elitjét hozza városunkba, több korosztály legjobbjait megmutatva. Természetesen valamennyi korcsoportban tapsolhatunk, drukkolhatunk a Halas Fitness Egyesület versenyzőinek is, akiktől sok-sok érmet várnak az edzők. A Grand Prix reggel 9 órakor kezdődik a legkisebbekkel, az egyéni eredményhirdetés várhatóan 3:30 körül lesz, majd ezt követően rajtol a csapatok viadala. Aki szereti a látványosságot, a táncot, az akrobatikát, az egyedi koreográfiát, ott a helye holnap a Dékáni sportcsarnokban. A Hírling Lovasparkban pedig 20-án és 21-én regionális díjugrató lovasversenyt tartanak, melyre szintén várják az érdeklődőket. Most egy-egy mondatban összefoglaljuk a nap legfőbb híreit. Letért az útról, fának ütközött, súlyosan megsérült a hajnali baleset sofőrje. Nagy lehetőségek vannak a turizmusban, szakmai fórumot tartottak Halason az ágazat szereplőinek részvételével. Rangos elismerést kapott a Halas Televízió, híradónk a második helyet szerezte meg a helyi televíziók hírműsorai közül. Hosszú hétvége jön, az egyházak is készülnek a pünkösdre. Kedves nézőink, ez volt mára, és erre a hétre a Halas Televízió hírösszefoglalója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, de maradjanak még képernyők előtt, hiszen rövidesen jön az időjárás előrejelzés, megmutatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatnak az elkövetkező napokban, majd jön a napi mozaik, amiben ellátogatunk a Bibós kávéházra, és onnan nézhetnek majd meg egy-két zenés produkciót. Mivel hosszú hétvége jön, ezért legközelebb hírösszefoglalóval csak kedden este jelentkezünk, de a hosszú hétvégén is legyenek internet közelben, hiszen hírportálunkon a halasmedia.hu-n folyamatosan friss információkat találnak majd. Még egyszer köszönöm figyelmüket, szép hétvégét, jó pihenést, viszontlátásra!